Két nap alatt két olyan kerékpárversenyt rendeztek a megyében, amelyre korábban még nem volt példa. Szombaton a Vásárosnamény és Nyíregyháza közötti 163,8 kilométert, vasárnap pedig a Vásárosnamény és Ibrány közötti 171,4 kilométert tekerték le a bringások. Mivel a versenyeken világranglista pontokat lehetett szerezni, rangos mezőny állt rajthoz 18 ország 19 csapatának közel 120 versenyzője szállt nyerekbe. A kontinentális és klubcsapatok mellett nemzeti válogatott is volt az indulók között. Solymosi János versenyigazgató szerint mindenki elégedett volt a verseny szervezésével és színvonalával. Visszajelzések alapján és az én véleményem szerint is nagyon jól sikerült a verseny mind a két nap. Ugye a Véni Special Series már jelen volt tavaly is megyébe, de mivel jövőre mi világkupára, U19-es világkupa szervezésére kandidáltunk, így folyamatosan emeljük magunk előtt is a színvonalat. És a biztosítás, szervezés, logisztika, illetve minden olyan egyéb kapcsolódó tevékenységbe ugye próbálunk egyre magasabb teljesítmény nyújtani, hogy rákészüljünk erre a jövő évi világkupára. Mivel a versenyzők számos településen áthaladtak, komoly logisztikai háttérre volt szükség a biztonságos lebonyolításhoz. A biztosításban naponta 5-600 ember vett részt, és a szervezés, logisztika, az építések, a étkeztetés, a szállásnak a tevékenységében szintén ilyen 2-300 embernek a munkája van, akik gyakorlatilag ezt a hétvégét, illetve az előtte lévő két napot, meg az utána lévő egy napot már szinte ezzel töltötték, hogy ez rendben lezajlódjon. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki ebbe a két napba, hogy ilyen sikeresen lezajlott, részt vett. Ugye a jövő évi kandidálás miatt ugye különös figyelem volt erre a két versenyre, mert a versenybíró, akit kandidált, vagy akit leküldött a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség, az most különösen figyelte, hogy alkalmas-e a mostani stáb, meg ugye a versenyigazgatóként az én személyem, és hogy levezényeljen jövőre egy ilyen világkupát. Utána a beszélgetésből az derült ki, hogy gyakorlatilag ilyen nagyon kis, pici, apró hibák voltak a rendezésben, amik nem befolyásolják, úgyhogy azt mondja, hogy nagyon, nagyon meg volt elégedve a munkával. A szombati versenyt az osztrák Daniel Auer nyerte, megelőzve a magyar Pelikán Jánost és a szlovén Rok Koroseset. Vasárnap Pelikán végzett az élen az olasz Stefan Gandin és a cseh Thomas Barthe előtt. A magyar kerékpáros 70 világranglista pontot gyűjtött a két nap alatt.